Ja. Padenbor, DFB pokál, német kupa, csak hogy kicsit formába jöjjünk. Nézzük meg, hogy hogyan szerepelt eddig a Paderborn, azért érdekel az aktuális ellenfelem helyzete. Hűha, a Dortmund egyből ki is esett a német kupából, elég durva eredmények. Na de, azt mondja, hogy a Paderborn az már játszott itt a második fordulóba, és az Augsburgot verte, az is komoly azért mondjuk. Ugye itt mi is játszottunk, mi a Frankfurtot vertük. Az első fordulóban mi nem voltunk ott, viszont a Paderborn igen, és megverte, ugye itt már van a Bundesliga 2-3-as csapatok is, és igen, győzedelmeskedett 2-1-re ugyanúgy. Ez mondjuk az elég komoly, úgyhogy jó formában vannak a német kupában. Mutassuk meg, hogy mit tudunk, itt azért most már ki vannak pihenve a top játékosok is. Havazik majd a meccsen, most látom, erre fontos odafigyelni, mert hát volt olyan opció, amikor ugye havazott és nem lett jól kiválasztva a labda, nem figyeltem oda, és az automatikusan kiválasztott labda nem látszódott. Úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen game settings-el. A mezek rendben vannak, megnézzük a mezeket is. Jó, így beállítjuk kékre, hogy minden legjobb legyen, játszhatnak hazaiba simán. És akkor itt world class nehézség az marad, nem az lesz a lényeg. Player base difficult, mármint hogy más játékosoknál nehezebb, ugye a fejlettebb játékosoknál, star playereknél. Simán be lehet ezt kapcsolni, még nincs ez bekapcsolva. Ugye Ronaldo, Messi, vagy akár előző meccsen Demirbay jobban játszik. Ilyenek lehetnek, ugye, mert hogy értem szerint jobban is tolják. Na, válaszunk valami más labdát. Piros labda. Piros labda, az nem lehet rossz. Tango Capitano. Egy narancsárga BL labda, de hát ez csak nem kéne. Derby Star. High Vision. Bundesliga 2-es labda. Jó lesz ez. Szerintem jó lesz. Jó, oké. Na, csapat jó ez így. Campbell rossz formában, ő mindenképpen játszik. Aelino helyett akár egy Henrikset is megnézhetnénk, vagy kapjon ő is lehetőséget. Haidara, Leimer helyett. Szerintem ez így jó, a rosszabb formában lévő játékosokat is dolgoztassuk meg. Ennek így jónak kell lennie. Nyomjuk. Nézzük meg ezt a Paderborn elleni meccset. Német kupában legalább itt legyen egy kis sikerélményünk. André Silva 3 gólt lőtt a 3 legutóbbi meccsén, az mondjuk szép teljesítmény. Narancsárga Laszti. Bundesliga 2-es labda, narancsárga csíkozás. Látszódnia kell így most már mindennek. Nyomjuk, megint hazaiba vagyunk. A német kupában. Gulácsi ugyanúgy. Kapitány, igen, ez egy picit jobban látszódós labda. Legalábbis egy fehér labdánál azért sokkal jobb. Kékben ugye a Paderborn, az is tökéletes. Na, toljuk neki. Nem jó kezdés. Pedig itt tényleg több góllal is kellene hivatalosan nyernünk, de most az angol FA kupába is Arsenal kiesett, a Nottingham Forest legyőzte, tehát nagyon-nagyon durva dolgok történtek. Amire persze volt már példa történelm során, hogy kisebb csapat veri a jobbat, vagy hát papíron jobbat. Klosterman. Nem Klostermannál kellett volna kapura lőni, ez most már így biztos. Hűha. Na majd a srácok lejárják a havat. A fűről összesétálják a pályát, főleg itt középen lesz majd jó. Silva. Ó, elvesztettem. Ez kicsit kellemetlen volt, nagy cselezés közben. Oké. Megint Klosterman, de estében nyomják a játékosok. Hihetetlen a hó. Ugye azért van kihatással itt egyértelműen, jobban megcsúszik a labda, könnyebb becsúszni és sokkal tovább mész, úgyhogy figyelni kell azért. Az szép, Haidara! Az nagyon szép. Zinger levédett, de hogy dobja ki? Elesett kidobás közben a kapus. Nem semmi. Jó. Kikaszáltuk ott a füvet középen egy becsúszással. Jajaj, figyeljünk. Oké. Aztán mindenütt ez a beadás is. Nagyon jó helyzetben vannak, nem akarom, hogy esetleg ők szerezzék már a vezetést.
Paulsen, André Silva, meg Gál Paulsen. Néztem volna, hogy hol vannak a játékosok, de hát sehol. Egy szép emelés. Lehet ilyen magasan kéne majd játszani. Ki tudja. Magasan passzolgatunk. Fú, de tömörülnek. Az jó. Kicsit megcsúszik a labda. Enkunkú. Ne rúgjuk már föl, hanem muszáj. Főleg itt élem. Nagyobb a sérülés veszély is. Just then. Ő futna, elég gyors egyébként, és meg is zavarja. Meg is zavarja Vili Orbánt. Hiszen nagy futkározással, de Gulácsi azért tudja, hogy mit kell tenni. És magasba emeli a lasztit. Noha nem volt pontos, sajnos passz. Az szép, az szép. És csak beleérnek mindig, egyáltalán itt se tudjuk uralni a labdát. Egyelőre a 24. percben mindig ugyanaz van, mint a Leverkusen ellen. Nem tudjuk uralni. Collins. Szabálytalanul tudtuk csak akadályozni az előretörését Collinsnak. Ez egy beadási lehetőség. Baden-Born előtt. Szép. Szép a kifejlés. André Silva mehetne azzal. Csúnyán belecsúsztunk ott az egyik emberkében. Labdára akartam menni, de hát nagyon elkéstem. Gulácsi, azt a mindenit. És André Silva kap egy sárgát, teljesen jogosan. Nem is tudom, mit fognak visszajátszani a sárgalapot. Vagy esetleg semmit. De a sárgalapot. Hát ott belecsúsztam, és megadtam is egy tockos neki. Ez benne van. Az szép, Gulácsi, megint mit védett. Jó ég, ha ő nem lenne. Ha ő nem lenne, de van. És ez a fontos. Uff. Így épp, hogy oda nyúlt reflexből, azt a mindenit. Megint egy beadás. Stipperman. A gólvonalról mentett. A fickó. Ne engedjük már ezt. Gulácsi. Rúgjuk már el. Jó ég. Andrész, mi volt itt? Azaz. Paulsen egyedül, de talán meg tudja holdani. Nem. Azt a mindenit, repkednek a lövések össze-vissza. Szoboszlai nagyon laza volt, úgy kiment. Ő azért elegánsan csinálja ezeket a laza megoldásokat. A jó beadás, hogy tekeredik. Nem jó annyira mégse. Inkább vissza a fejes Orbánnak. Ő lepasszolja, Klosterman, ő visszaadja. André Silva parádés gól. Hát ez Bundesliga 1-es gól. Fel is ugrik a reklámtáblákra. Ez mi volt? Ez mi volt? Ez nagyon szép. Kicsit füves lett a meze. Ez nagyon durva a beadás. Ez parádé volt. Ez nagyon szép. Ezt tuti berakom borítóképnek a videóra. Én indexképnek. Ez nagyon durva. Van, elégedett vagyok a sráccal. Korábban nem voltam annyira, mert nem úgy jött ki vele a lépés. Nem tudtam hasznosítani, nem értettem. Paulsennel próbáltam lövöldözni a gólokat. De hát azért vagyunk ennyire hátul ugye a Bundesligában, mert nem működött nekem André Silva. És most beindul. És FIFA-ba is. Team of the Week megkapta, mert jó a csávó. Úgyhogy örülök, hogy megtalálta a helyét a Lipcsében. Csak vigyázni kell. Jó, mellé. Gulácsi, mintha nem lett volna rajta a dolgon, de végül is ott volt. Az nem jó, de visszapattant. Szoboszlai. Az is jó még úgy. De húztam vissza. Húztam vissza és belebotlik a labdába. De kár. Még az egy jó lehetőség lehetett volna. Havat most már egész jó kijárták a játékosok. Meg kicsit könnyebben láthatóak a dolgok. Nem csak elpasszolják a fekvő ember mellett is. Ez bizony első fél idő végét jelenti. Jól van.
Toljuk neki tovább. Nem kell itt változtatni. Nyomjuk neki. Élőben. Legalábbis az volt kírva az eredményjelzőre. DFB pokál. Német kupa meccsen. Jó lenne megnyerni ezt a sorozatot, ha már ilyen könnyebb ellenfeleket kapunk. Mazepa-Denborn persze jó csapat, de lehetett volna ennél sokkal-sokkal nehezebb, mint az előző fordulóban Frankfurt, ugye? Azaz. Silva, Olsen. Kinek? Azt nézem, kinek lehetne? Szoboszlainak. Szoboszlai ez hogy megfutja. De jó ég. És pont meglökik hátulról, amikor lőne. Ez így szöglet. Jó, ez a tömkirúgás. Ott fut Haidara. Aki beadja. Há, nem jó, nem baj. Hé, hey, hello. Vili Orbán. Hé, hey, húristen, mik vannak itt? Hát itt felrúgták, meg le is sérült talán. Ezt meg kéne nézni. Lesérült Haidara, de annyira, hogy ő szólt volna a játék. Hogy cseréljem le. A franc egye meg. Nem egy kulcsember, de nagyon jó csere volt. És jól is nyomtam. Nem is tudom. Limert behozzuk helyette. Cserélek egyet. Nkunku helyet megnézzük. Olmót inkább, megnézzük Olmót, spanyolt. Na hát, franc egye meg. A térje is igen, hogy sérült. Ezt nem hiszem el. Ez egy német kupa meccsé sérülés, nem akartam összehozni, de ezeken a havas terepeken sajnos ez egyébként nagyon is benne van. Haidara. A düböl is csúszkálunk vele, de hát mindegy igazából. Az szép. Les. Az les, jó van. Na, akkor a cserék jöhetnek is. Olmo Limer bejön. Jó van. Ez még mindig jó ez a támadás. Most végre van nálunk a labda. Én ennek örülök egyébként. Most pont elpasszoljuk, de hogy úgy általánosságban. Mint a többet lenne nálunk. Oha, Michel. Vagy nehogy itt veszélyes szituáció legyen. Üha, pont az lett egyébként, amit nem szerettem volna, de megoldották srácok. Az szép. André Silva. Ez a passz, ez gyenge volt. Ne hagyjuk, hogy felépítsék azt a támadást. Az pedig jöhet át Ragulácsi felé. Ő pedig jól előre rúgja. Olsennek, aki nem jó fejjel. Franc egye meg. Az kapufa, az durva volt. Úgy de közelről. Látsi mondjuk ezt azért simán leszette. Urítja is ki. Szép. Nagyon jó. Szoboszlait nem bírják átverni. Nagyon komoly a csávó. Nagyon durva, a rövidre, előtte a kapus mellett. Szoboszlai Doni, kérem szépen. Még a szögletzászlót is szétveri. Ez nagyon állat. Ügyes a srác. Az, hogy beindul, Olsen vissza neki, nem jut rá ember, gól. Szoboszlai teszi könnyűvé a meccs végét. 2-0. Természetesen tovább támadunk, nem fogunk beállni védekezni. Abból csak a baj van ilyenkor, inkább megpróbáljuk felgé Paderborn ellen megszerezni azt a harmadikat is. Hátha. Esetleg Just Van fut, kiviszi, megzavartuk a becsúszása, ki is vitte. Nagyon jó. Willi Orbán. Klosterman. Limer. Az nagyon jó, Klostermannak vissza. Olmo. Látszódott, hogy rossz lesz. Látszódott rajta sajnos. André Silva most kicsit eltűnt, nem zárkozott fel ez a támadáshoz. Vagy legalábbis nem találtuk meg. Most ők vannak emberfölényben. Hát ezt elcsúszik az a labda.
Szoboszlai nagyon-nagyon megbízhatóan játszik egyébként, amikor nála van a labda, akkor azért nem kell annyira félni, a többieknél néha parázok. De megvagyunk, megvagyunk. Jó. Leküldjük az alsó szélére, pont Szoboszlaihoz. Még a fejlése volt rossz ahhoz képest, hogy nem egy ilyen nagy darab csávú. Háj, nem jó, nem jó. Az viszont is szép. Megint Szoboszlai. Nem, Henrix. Szobi visszamaradt, de nem baj, nem baj. Henrixre is be lehet ezt adni. Ulmo mellé fejelte, viszont ez 11-ös lesz szerintem. Lehet cserélni. Meg is csináljuk Szalaját itt, gyere be. A bíró nagyon merges, Henrixet felrúgták, hogy nézem. Becsúszással ráadásul csúnyán. Nagyon csúnyán. 11-es bizony. André Silva. Ezt lerakjuk a bal alsóba, nem? Srácok. Ezt lerakjuk. Nem rakunk le semmit. Nem rakunk le semmit. Hozzá se jó, nem, nagyon sokan vették közre. Ez egy csúnya szabálytalanság. Nem jutott rá ember. Szögletből, nem is szögletből, 11-esből elment. Nem, mert utána volt a szöglet francba. Szögletből így elfutni. Schuster. Schuster mattot adott. Még szépen meg is választja az üres területet. Gulácsi talán beleért. Ezt megnézem azért. A lövés jó. Nem, nem ér vele Gulácsi. 2-1. Megint 2-1-en jutnánk tovább. Ez a csapat 2-1-et tud csak játszani. Mert a Paderborn is kétszer 2-1-en jutott tovább, és mi is 2-1-en jutottunk tovább a Bundesligának a micsodájából? Ja nem, kupából. Nem is Bundesliga kupa. Csak a labda Bundesligás. Azon belül is másodosztályú Laszti. Az szép. Nagyon jó. Az is jó. Hiába volt ilyen nagy esés, az szabályos volt. Ott egy akasztás, és az is mehet tovább. Ez hihetetlen. A bíró nem akart szabálytalanságot fújni. Ezzel meg is nyertük ezt a meccset. Nem volt egyszerű, így a végén izgalmas volt sajnos. Mert hogy 2-1 lett, amiben egyenlítés lettek volna, de megoldottuk. 2-1-re lehoztuk a második meccset. Örülök ennek a győzelemnek. Így a német kupában elég kiegyenlített meccs lett sajnos a végére. Azt hittem ez könnyebb lesz, de Szoboszlai is villant, illetve André Silva egy varázslatos gólt szerzett még az első fél időben. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a mérkőzést, ezt a videót. Legközelebb találkozunk jövő héten. Addig is legyetek jók. Sziasztok!